Közel 60 urnasír helyet telepítettek Máté Szalkán a köztemetőben, ahol idén is folytatják a szilárd burkolatú utak kialakítását. A köztemető üzemeltetői már készülnek a közelgő hosszú hétvégére. Ebben az évben november 1-e, vagyis a Minden Szentek ünnepe péntekre esik, ami így hivatalosan munkaszüneti nap lesz. Ezt követi másnap a halottak napja, november 2-án. Az ilyenkor megnövekvő látogatói létszám miatt a temetőben meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket, a volánbusz járatai közül pedig lesznek olyanok is, amelyek közvetlenül a köztemetőnél állnak meg, október 26-a és november 1-e között. A Máté Szalkai köztemető a Minden Szentekre való tekintettel meghosszabbított nyitvatartással fog üzemelni. Ez azt jelenti, hogy október 26-ától november 1-ig hosszított nyitvatartás lesz, ami azt jelenti, hogy reggel 7 órától este 8 óráig lehet a köztemetőt látogatni. Nyilván a köztemető területén a kereszt szabályokat be kell tartani, gépjárműen ingyenesen be lehet lenni a köztemető területére ezekben a napokban. Ez alól kivétel a november 1-e, ami azt jelenti, hogy reggel 7 órától 10 óráig lehet csak behajtani a köztemetővel, gépjárművel, 11 órától pedig minden gépjárművel el kell hagyni a temetőt. Nyilván ezáltal is azt elősegítjük, hogy ne zavarjuk a gyalogosan érkező látogatókat. Nyíregyházán is ünnepi nyitvatartásra, valamint ideiglenes működési rendre lehet számítani. Október 23-ától november 3-ig sírköves munkálatokat nem lehet végezni a temetőben. Máté Szalkához hasonlóan itt is reggel 7 órától este 8 óráig látogatható a sírkert, október 28-a és november 3-a között. A gépjárművel való behajtás november 1-én, azaz pénteken ingyenes lesz, reggel 7 és 11 óra között, de itt akárcsak Máté Szalkán 11 óráig az autóknak el kell hagynia a területet. Pénzes Tibor Csaba azt mondta, idén is szerveznek megemlékezést a Dugonics úti hősök temetőjében Nyíregyházán, ahol 2800 sírban 14 nemzet hősi halottai nyugszanak. 12. alkalommal rendezzük meg november 2-án a nyíregyházi hősök temetőjében a szokásos mécsetgyújtásunkat. A hősök temetőjére tudnunk kell, hogy egy első világháború sírkelt, ahol első világháborúban elhunyt katonák nyugszanak, és a Nyíregyházi Megyeiugó Város Önkormányzatának támogatásával, civil szervezetek közreműködésével 2800 mécsest fogunk meggyújtani a temetőben. Ebben az évben Szamó Tamás görög katolikus parókus fogja tartani 13 órai kezdettel az ünnepi liturgiát, és ezután pedig meggyújtjuk a 2800 mécsest. Pénzes Tibor Csaba hozzátette, nem csak a nyitvatartás, de az ügyfélfogadási rend is változik. Október 28-a és október 31-e között délután 5 óráig lesz nyitva az ügyfélszolgálat, november 1-én pedig a Korányi úti ravatalozóban szintén a hagyományokat folytatva kegyeleti termékekből rendeznek kiállítást.